Szőlészettel nagyapám óta foglalkozom, nagyapám tanított meg a szőlészet és borkészítésre. A bort szerettem, a szőlőt nem annyira, és végül is 30 éves koromban vásároltam az első szőlőterületemet, amin elkezdtünk a családdal együtt szőlészkedni, borászkodni. Ez 86-ban volt. Azóta kinőttük magunkat 10 hektárra. A civil szakmám az repülőgép szerelő, 46 évig dolgoztam ebbe a szakmába, onnan is mentem nyugdíjba, és mellette csináltam ezt a pincészetet, amit a fiammal, kislányommal, nyilván a családdal, nagylányommal és a szüleimmel együtt csináltuk. Nyolcféle borunk van, amit palettára tűztünk. Az egyik ebből egy Szűz Merló, ami egy különlegesség, ez egy első termés, nekem nem volt Merló szőlőm saját soha, csak vásároltból esetleg készítettem bort. És ez egy zászlós borunk, ami ott is természetesen a Kadarka, mert lokálpatriótaként a Kadarka kékfrankos bikavér, ami a mi pincénknek a gyakorlatilag az első és a mindenkori terméke. Óta készítettek Kadarkát, elég jó sikerrel, és azt mondhatom, hogy ez egy zászlós borunk, ez mindig ott van a palettán, és hát nyilván palackosban is, hál' Istennek egyikéről a másikra elkopik a borunk. Próbáljuk ezt a vonalat követni, a hagyomány őrző vonalat, tehát a lokálpatriótaként a szekszárdi borok fajtáknak a továbbvitele. És hát amit behozunk, nyilván bordói fajtákat, szükséges, hogy a pincébe legyenek ezek a népszerű világfajták. De úgy gondolom, hogy a Kadarka az mindig különlegessége, meg a kékfrankos szekszárnak és a borvidéknek.